Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalászma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Üzemanyagellátás. A Budakalász közeli benzinkutakon zavartalanul lehet tankolni. Fejlesztés. Megújul és kibővül a Budakalászi Egészségház. Angyalkeresés. Izgalmas adventi játékra hív a faluház. Ma délelőtt végigjártuk a Budakalász közeli benzinkutakat. Stábunk nem tapasztalt fennakadást az üzemanyagellátásban. Mindkét töltőállomáson lehetett benzint és gázolajat is tankolni. A 95-ösért átlagosan 639, a dízelért pedig 699 forintot kell fizetniük az autósoknak. A holtankoljak.hu szerint az árstopp kivezetése után péntektől csökkennek a kiskereskedelmi árak a hazai benzinkutakon. A benzin bruttó 8, a gázolaj pedig 5 forinttal lesz olcsóbb. Megújul és kibővül a Budakalászi Egészségház 257,5 millió forintos uniós forrásból. A fejlesztés részleteit Nagel István alpolgármester ismertette. Budakalász város önkormányzata alapos előkészítő munka után sikerrel pályázott a TOP Plus helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívására. Tervezést azt megtettük előre, tehát gyakorlatilag a pályázatra már egy megtervezett bővítéssel, ehhez tartozó teljes költségvetéssel indultunk el. Ehhez egy nagyon jó együttműködés alakult ki, tehát ez a tervezés. Ugye Horváth Zoltán tervezte az eredeti épületet, és őt kértük meg, hogy most ezt a bővítést is ő tervezze meg, hiszen ez egy nagyon impozáns és egyébként díjat is nyert épület, tehát szeretnénk, hogyha ugyanebben a szellemiségben bővülhetne ki ez az épület. De ezen kívül a tervezési folyamatban magukat, a gyermekorvosokat, védőnöket is bevontuk, hiszen ők fogják használni leginkább ezeket a tereket. Tehát fontos az, hogy a funkcionalitás szempontjából is ezek megfelelőek legyenek. Ez a tervezés gyakorlatilag közösen elindult, le is záródott, tehát jelen pillanatban egy meglévő építési engedélye van ennek az egész bővítésnek, illetve összegyűjtöttük, hiszen nem csak a bővítés, hanem egy nagyon jelentős eszközbeszerzés is szerepel ebben a pályázatban. Csak hogy egyet emeljek, talán a legnagyobbat, egy Holter EKG gép, ami több mint 1 millió forintba kerül, ez is része a pályázatnak, illetve egy nagyon jelentős korszerűsítés is, a fűtés korszerűsítése. Még mielőtt az energiaválság berobbant volna, már gondoltunk erre, tehát egy nagyon korszerű hőszivattyúval kombinált fűtési rendszer kerül az egészségház egészébe, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon fontos előrelépés. Ezzel a pályázattal tudtunk elindulni, és azt gondolom, hogy nagy öröm számunkra, hogy ez a kemény előkészítő munka meg is termette a gyümölcsét. Ezúton köszönjük az országgyűlési képviselőnknek, hogy ő is támogatta egyébként ezt a kezdeményezést, hiszen azt gondolom, hogy ez valóban mindannyiunknak, az itt élőknek, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó üzenete van, hogy az egészségfejlesztésbe ilyen energiát, és azt gondolom, hogy megfelelő támogatást is mellé tudunk tenni. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon megnövekedett a város létszáma is. Ez az egyik indok, hogy sokkal több gyermek van, aki ellátást vesz igénybe itt az egészségházban. Ezen kívül, ami egy nagyon szerencsés, és azt gondolom, hogy egy előny, hogy a házi gyermekorvosaink több szakvizsgával is rendelkeznek. Jelen pillanatban azonban nincsen olyan rendelő helység, amiben ezeket a szakvizsgákkal gyakorlatilag szakrendeléseket tudnának tartani. Ezért az orvosok fordultak hozzánk, hogy ha van erre lehetőség, akkor az egészségháznak a bővítésével teremtsük meg a lehetőséget annak, hogy ezek a szakrendelések is itt helyben Budakalászon elérhetőek legyenek. Ez volt a kiindulási pont, tehát nem csak egy felújításról, hanem egy bővítésről is van szó. Egyrészt egy új gyermekorvosi rendelő helység kerül kialakításra, de a védőnök is kapnak egy új helységet, kibővül és tágasabb lesz a gyermekváró, lesz egy külön babamama szoba, lesz egy gyermeksarok, egy játszósarok, amíg várakoznak az ellátásra, addig kényelmes körülmények és modern körülmények között tudják ezt megtenni. Nagel István hozzátette, hogy a támogatási szerződés aláírása után elkezdik előkészíteni a kiviteli terveket, és reményeik szerint jövőre kezdődhet a felújítás.
az építkezés időszakában is biztosítják a folyamatos betegellátást. Erre is gondoltunk, az orvosokkal egyeztettük, és az orvosok azt jelezték, hogy ez a bűvítés ez megvalósulhat, ami számukra is nagyon fontos, akkor meg fogjuk találni annak a lehetőségét, hogy zavartalanul tudjon működni, vagy a legkisebb zavar mellett tudjon működni az ellátás. Tehát az ellátás folyamatos lesz a városban, nem lesz ennek fennakadása. Nyilván olyan biztos, hogy lesz, hogy adott esetben átmeneti időszakban egy-egy orvos másik rendelőhelyiségben fogja a rendelését tartani. De azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű fejlesztés és új lehetőségek ezt az átmeneti kellemetlenséget mindenképpen kompenzálják. Amennyiben kimerül a pályázati keret, a többletforrás biztosításáról is gondoskodik az önkormányzat. Nyilván azt is tudjuk, hogy az Európai Uniós pályázatoknál, mint hogy ez is ugye a Top Plus pályázati lehetőség keretében nyertük el, mindig van egy utólagos, valamilyen szintű keretkiegészítés, abban az esetben, hogy ez objektív okok miatt következik be, mint például mondjuk az építőanyag árak jelentős növekedése. Azonban a város kész, nyilván a lehetőségeihez mérten valamennyi saját forrást is ebbe beletenni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt megvalósulhasson. Úgyhogy, de még nem látjuk ugye, hogy pontosan ez mennyibe fog kerülni. Ha megvannak a tervek, megvan a kivitelező, látjuk, hogy mennyibe kerül, akkor kell majd erről döntést hozni. Én biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy erre megoldás fog születni. Azt gondolom, hogy ez a fejlesztés ez nagyon nagy lépés, és azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti azokat a lépéseket, amiket már eddig is megtettünk annak érdekében, hogy a helyi egészségügyi ellátás fejlődjön, hiszen az elmúlt években a házi orvosainknak jelentős mértékben diagnosztikai eszköz beszerzését támogattuk. Az idei évben gyakorlatilag átállunk, illetve jövőben kezd a teljes ellenső intézményorvosunk, aki egy sokkal átfogóbb szűrést fog tudni biztosítani az intézménybe járó gyermekeink számára. A tavaly évben elkezdődött, illetve megnövekedett háromszorosára a vérvételi kapacitás itt helyben. Tehát jelen pillanatban budakalásziaknak nem kell máshova menniük vérvételre, tehát minden budakalászi, aki vérvétel vagy bármilyen labor vizsgálatra beutalják, ők itt helyben tudják ezt a vérvételt igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az anyagi forrásait megteremtettük, mert azt gondolja a testület, azt gondolja a városvezetés, hogy nagyon fontos, és erre igenis nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy ezekben előre tudjunk lépni. Szeretnénk folyamatosan fenntartani ezt, és szeretnénk tényleg egy kiszámítható fejlesztési irányt biztosítani az orvosaink és az egészségügyi ellátók számára is. Ezért olyan megállapodást kötöttünk az orvosokkal például, hogy ők minden évben egy jelentős keret terhére, gyakorlatilag diagnosztikai eszközöket, ezekhez szükséges fogyóeszközöket, reagenseket vagy teszt csíkokat tudnak vásárolni, illetve akár több orvos összefogva egy-egy komolyabb diagnosztikai eszközt is meg tud vásárolni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a felnőtt házi orvosok 1 millió forintos éves ilyen keretből gazdálkodhatnak, ami azt gondolom, hogy már tényleg egy komoly berendezés vásárlására is, vagy fejlesztésre is lehetőséget ad. Úgyhogy továbbra is ebben vagyunk érdekeltek, és egy olyan együttműködést szeretnénk folytatni az orvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal, amelyek a helyi érdekeket szolgálják. Még talán egyet megemlítenék előjáróban, a gyógytornász hiány van gyakorlatilag, nagyon sokan keresnek gyógytornász lehetőséget. Ha minden jól megy, akkor ez is hamarosan indul az egészségházban. Ez is egy fontos előrelépés. A beruházás részleteiről folyamatosan beszámolnak Budakalászváros weboldalán. A Kós Károly Művelődési Ház egy izgalmas játékot szervezett a karácsonyi időszakra. Adventi angyalkeresés néven indult útjára a program, amely során 25 csodálatos budakalászi helyszínen rejtettek el kerámia angyalkákat. A feladat pedig az, hogy az érdeklődők megtalálják ezeket. Uttoné Ohodnicki Vanda, a Művelődési Ház munkatársa kifejtette, hogy hogyan született meg az adventi angyalkeresés ötlete, illetve hogy mi a célja a programnak. Igazából ezt már tavaly kitaláltuk, csak aztán mivel most ezek a megszólítások miatt egy kevesebb programra van sajnos lehetőség, ezt kitaláltuk. Ez egy olyan dolog, amivel az emberek egyrészt megismerik, ahol élnek. Olyan dolgokra raktuk ki ezeket, olyan helyekre raktuk ki az angyalkákat, ahol talán még egy csomóan nem is jártak. És így lesz egy ilyen hasznos időtöltés, egy nap alatt nem lehet megcsinálni, vagy csak iszonyatosan nehezen. Tehát ez igazából arra az időszakra készült, az adventi időszakra, december 1-től egészen
karácsonyig, és meghosszabbítottuk január 8-ig. Otthon lesz minden gyerkőc, ugye legalább 3 hetet, meg felnőtt is, meg mindenki, akinek van ideje, és amikor a karácsonyi időszakban van egy kis pihenés, meg a rákészülődésben, akkor egy jó, jó kis sétát lehet itt tenni Budakalászon. 24 plusz 1 kerámia angyalka van elrejtve Budakalászon 25 helyszínen. A szervezők minden apró részletre odafigyeltek, beleértve az angyalkák biztonságának megőrzését és a bejárható útvonalat is. Tehát 3 etapra lehet osztani az egészet. Az Omsztótól elindulva, az Omsztónál a csónakban van egy, elrejtve egy pici angyal, utána a Hásfa utcai kis hídnál, a katolikus templomnál, a Budai úti kiskápoltnál, utána fel a Gerinc utcánál van egy kis picike rét, ahonnan valami elképesztő kilátás nyílik Budakalászra. Ott is elrejtettünk egy angyalkát, a Kálvária az természetesen nem tud kimaradni. Utána van a Magyar utcában, utána van a Nagykevélyen van 3, a Monalovácnál, a zöld, egy barlangba is elrejtettünk egy kis angyalkát. És utána, hogy visszajövünk a Hollóforrásnál, a Krisovácnál, a Szent István telepen is van 3, és tegnap még a Lupa-szigetre is sikerült egyet átvinni kompal. Erről azt lehet tudni, hogy a Lupa-sziget ilyenkor is gyönyörű, még ilyenkor soha nem voltam, és igazából sokan még nem is voltak a szigetem. Úgyhogy érdemes átkompozni. Oda viszont csak hétvégente jár a komp. 8 órától 16 óráig, 2 óránként, tehát 8, 10, 12, 14, 16 órakor, de a kompos rettentesen rugalmas, úgyhogy hogyha valaki nem pont, akkor ér, akkor is segít nekik, meg vissza is hozza, úgyhogy és érdemes átmenni, gyönyörű az a platánsor télen is. Egyszerűen lenyűgöző, meg a téli Dunán hajózni, úgyhogy nekem ez tegnap nagyon, ez volt az utolsó agyalka, amit én raktam ki, Barnabás kollégám meg a kevényereg, nyerek tetejére rakta ki, és ő meg az erdőt méltatta, hogy úristen, milyen szép. Igazából egy vékony virágkötő dróttal rögzítettük, a pecséteket ilyen szalagokkal raktuk ki, de én annyira bízom az emberekben, a évek óta, ugye 10 évvel lassan mi díszítjük a Kárpátokra szobornál a Betlehemet, az adventi koszorút, és soha még egyetlen egy gömb nem tűnt el. Én remélem, hogy ez így is marad, és bízom abban, hogy főleg angyalokat adventi időszakban nem kell atom biztosan lerögzíteni. Ha mégis eltűnik valaki, akkor hívni kell a házat, és kimegyünk és pótoljuk. Az angyalka keresés közben nem csak élményeket lehet szerezni, hanem pecséteket is az egyes helyszíneken. A lepecsételt füzet pedig nyereményre váltható a faluházban. Én mindenkit biztatok arra, hogy keresse meg az angyalkákat. Itt tőlünk el lehet vinni ilyen füzetkét, ez egy ilyen kis kék túra koppintás. El lehet vinni egy füzetkét, vagy le lehet tölteni a netről. És igazából csak össze kell gyűjteni a pecsétkéket. És 24-et jó lenne, hogyha mindenki összegyűjtene, de persze ez is megbeszélés kérdése, és akkor utána valami meglepetéssel várjuk, aki jön hozzánk. Amit biztos, hogy adunk, ingyenes belépő a következő évi bármely rendezvényünkre. Ez egy olyan kis kupon, ami van szintén egy angyal, ami 2 főre jövő évben bármelyik rendezvényünkre eljön valaki, legyen az koncert, lélekbúvár, családi matiné, akár a ládafiára tud venni egy asztaljegyet. Tehát igazából bármi, ez egy bónusz, amivel élhetnek, hogyha ezt teljesítik. Vanda azt is elmondta, hogy hol és mikor szerezhetőek be a pecsétgyűjtő füzetek. Puskár Művődési Könyvtár, ez ugye Budakalászon a Szentendői út 9-ben van, itt a portán van nekünk egy kihelyezett tároló, ott onnan el lehet venni, vagy a mi oldalunkon a Műfáz oldalán, meg a Műfáz Facebook oldalán, de szerintem az önkormányzat is felrakta, úgyhogy bárhol meg lehet találni, de a legegyszerűbb ide jönni, meg a kollégám kirakta azt hiszem az egészségházba is egy csomót, meg a pékségbe talán. Úgyhogy több helyen hozzá lehet itt, meg az önkormányzat portára is kirakjuk. Az biztos, hogy mi 19-ig vagyunk nyitva, tehát addig mindenképpen jó beszerezni, és 9-től vesszük át a lepecsételt füzetkéket, és adjuk át a jutalmakat január 9-től. A szervező kiemelte, hogy az angyalkákat egy helyi keramikus, Margó ajánlotta fel a programhoz. Több fantasztikus keramikus él Budakalászon, tényleg, mindegyiknek más az egyenisége. Margó ezt a letisztult angyalkát, beszédes Margó, a Margó kerámia, ezeket a letisztult, nagyon szép is angyalokat. Mindegyiken más magyaros motívum van, szívecskés, tehát mindegyiken van valami külön motívum, különböző színekben, és ő ajánlotta ezt fel nekünk ehhez a játékhoz, úgyhogy, és még bőségesen, hogyha ne hagyj Isten valami eltűnik, úgyhogy ezért is nagyon hálásak vagyunk neki, mert ezeket az ő angyalkái vannak szerte a városban. A Művelődési Ház munkatársa mindenkinek szívből ajánlja a programot, hogy kimozduljanak és kiránduljanak. Az angyalkákat január 8-áig kereshetik városunkban.
Karácsonyi kerámia és borvásárt tartottak a Kálvária pincében december 3-án szombaton. Az adventi programon forró italokkal kedveskedtek a látogatóknak a szervezők. Kálvária pince egy 3 épületből álló komplexum Budakalászon, a Kálvária domb tövében. A létesítmény a Kézdi család borgyűjteményét rejti. Én 20 éve foglalkozom borokkal, elsősorban magyar borokkal, azon belül is Toka és Mátra a két fő szakterületem. Viszonylag sokat vagyok vidéken, de egyébként családunk az óbudai, a szüleim most is Csillaghegyen laknak, nekünk is Óbudában az irodánk, és most már 7 éve itt van ez a Budakalászi gyönyörű 3 pince, ami hamarosan 4 lesz, ahol különböző rendezvényeket csinálunk, ezek közül vannak nyitott rendezvényeink, illetve zárt rendezvényeink, mindegyik szakmai rendezvény, kiemelten fókuszálva hazai szőlőfajtákra, kadarkára, furmintra, hárslevelűre, asszukra, bikavérekre. A fő profilunk mindig is a magyar bor volt, és igazából ezzel foglalkozom én is. A pincénél számos eseményt szerveznek évközben, azonban a karácsonyi kerámia és borvásárt idén rendezték meg először. Én úgy látom, hogy nagyon sok hasonlóság van a kerámia készítők és a borkészítők között. Tulajdonképpen mind a kettő egy ilyen művészi ág, művészi véna is szükséges hozzá, hiszen nagyon jó kiegészítik egymást. Ezért gondoltuk azt, hogy ha karácsony előtt az ember szeretne ajándékot venni, akkor nagyon jó ilyen kézműves kerámiák mellett kézműves borokat. Mi is inkább kisebb családi pincészetekkel foglalkozunk, és innen jött az alapötlet, és hát reméljük, hogy ezt tovább is tudjuk majd vinni. 40 különböző borvidék, több mint 600 féle bor található maga Kézdi család gyűjteményében. Elsősorban a hazai szőlőfajtákból készülő magyar borokra fókuszálnak, de csekélyebb számban vannak külföldi referenciaborok is készletükben. Alapvetően minden évben csinálunk kétszer-háromszor olyan programokat, míg kinyitjuk a pincét, mert úgy érezzük, hogy a budakalásziak, illetve a környéken élők még nem feltétlenül ismernek minket jól. Ugye nincsen állandó nyitvatartásunk, rendezvényekre lehet hozzánk bejelentkezni, és ezeknek a rendezvényeknek mindig az a fő célja, hogy megmutassuk kicsit a helyet, most is aki eljön, meghívjuk egy pohár borra, egy pohár forralt borra, tehát nálunk ez a koncepció ilyenkor, hogy kicsit bemutassuk magunkat, elbeszélgessünk a fogyasztókkal. A rendezvényen lehetőség nyílt borkóstolásra, ahol több pincészet is jelen volt. Két keramikus műhely is bemutatta edényeit, amiből kiváló ajándékokat válogathattak össze a látogatók. A borok azok alapvetően teljesen vegyesek, tehát vannak szexárdi borokat is. Olyan borokat próbáltam már összeválogatni, amik mondjuk a karácsonyi ünnepi ételekhez jól lehet kínálni. A kerámikusunk az egyik Gyöngyös Patáról érkezett, a másik pedig Gyöngyös Tarjánból. Sajnos a budakalászi kerámikus, hogy lebetegedett, tehát ő nem tudott eljönni ma. Programon szép számban jelentek meg érdeklődők, akiktől csak pozitív visszajelzést kaptak a szervezők. Én örülök, hogy kicsit ilyen világosabb idő lett, mert vagy azt szerettük volna, hogy ilyen szép idő legyen, vagy havazás, most ez így szerintem tök jó, hogy ez lett. Az érdeklődés az jó, persze még reméljük, hogy még most az esti órákban is fognak jönni, de mi elégedettek vagyunk. Dániel szeretné, ha Budakalászon még több ember megismerné családi vállalkozásukat. Aki szeretne lazítani és egyben finom borokat kóstolni, jó helyen jár a Kálvária pincénél, mondta el a szakmai vezető. Érdemes követni a Kálvária pincének, van egy Facebook oldala, illetve egy Instagram oldala, ott fönn van minden információ. Állandó nyitvatartásunk nincsen, de szinte minden héten van nyitott rendezvényünk, illetve akár e-mailbe, akár telefonon nagyon szívesen adunk bármikor tájékoztatást. A karácsonyi kerámia és borvásár nagy népszerűségnek örvendett a látogatók körében. Az érdeklődőket a továbbiakban is várja a Kálvária pince előzetes foglalás után. Végül a várható időjárásról. Pénteken egy mediterrán ciklon előoldalán melegedés érkezik, élénk erős déli-délkeleti széllel, sokfelé kiadós esővel, záporokkal. Hajnalban -2, +5, a délutáni órákban 2-11 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. A Budakalász közeli benzinkutakon zavartalan az üzemanyagellátás. Megújul és kibővül a Budakalászi Egészségház. Adventi angyalkereső játékra hívja a budakalásziakat a faluház. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Fogadó Óra című magazin műsorunk, melyben a Patakpart iskola két pedagógusa lesz vendégünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!